1992-ben épült fel a szevillai világkiállításra Makovec Imre magyar pavilonja. A pavilon zenéjét Kiss Ferenc szerezte. Erre, illetve a zeneszerző egyéb műveire született meg a Hét Torony című előadás. Itt ugye az építészet, amiről szó van, az gyakorlatilag a Makovec Imre életműve, ami jóval több, mint hogyha azt mondanánk, hogy építész. Ő egy alkotó volt, tehát egy ugyan alkotó volt, mint a Kiss Feri, aki a zenét szerezte, vagy a Novák Péter, aki végénekli az előadást, végigitározza, vagy mint jó magam, vagy mint a táncosok. Itt ez azon a színpadi kommunikáción van szó a részünkről is. Az identitás keresése és megtartása jelenik meg a darabban, ugyanúgy, mint Makovec Imre életművében. Az ő építészete által én azt gondolom, hogy ezek a régi, hagyományos formák helyükre is kerültek a mában, tehát azokban a pillanatokban, amikben ő alkotott, ott megtörtént egy azonosulás a múlttal, ami által azt gondolom, hogy lett egy jövőképünk. Gyakorlatilag erről szól az előadás, ezt próbáltuk megfogalmazni benne, amit a Makovec is próbált az építészetén keresztül közvetíteni. Nem csak néptáncosok ültek a nézőtéren. Mindig célom az, hogy az előadásainkban ne csak egy réteget szólítsunk meg, hanem igenis minél többen kapjanak belőle élményt. Itt is erről van szó, egy nagyon szándékosan popularizált előadásról van szó, miközben nagyon-nagyon sok mélység van benne. Nem tanácsos lázadni, nem tanácsos gondolkodni, sírni, nevetni, nem tanácsos részt venni, nem tanácsos élni, nem tanácsos meghalni.